Dr. Tari Béla vagyok, Békésváros aljegyzője. 2015. július végén költöztünk a feleségemmel és két kisfiammal Békés Csabára. A nagyobbik fiam 2 éves, a kisebbik fiam lassan 5 hónapos lesz, és 2015 év végén találkoztam a pályázati lehetőséggel, hogy Békésváros aljegyzői tisztje betöltetlen. Megpályáztam az állást, reméltem, hogy az önéletrajzommal és a szakmai múltammal meg fogok felelni ennek a kihívásnak. Többkörös elbeszélgetésen, polgármester úrral is, jegyzőasszonynal is beszéltünk, és aztán mégis az a döntés született, hogy 2016. január 1-től én töltöm be az aljegyzői tisztséget. Én Szentesen születtem, ott is éltem nagyon sokáig. Szegeden végeztem a jogi egyetemen a tanulmányaimat, Szegeden végeztem el szintén a közgazdasági egyetemet, és első munkahelyem pedig 2003-ban Vincentváros polgármesteri hivatalában volt. Kezdetben polgármesteri referensként tevékenykedtem, pályázatírással foglalkoztam és jogi szakértéssel. Ebből később aztán építéshatósági irodavezetővé alakult, beruházásokkal, műszaki dolgokkal, és ott is legfőképpen pályázatírással foglalkoztam. Ezt követően úgy alakult a szakmai életem, hogy elmentem egy pályázatíró céghez. Igyekeztem nagy országos jelentőségű pályázatokban részt venni. Inkább tanulóidőszaknak tekintettem ezt az időszakot. 2 éve eltelt után én visszatértem a vincenti polgármesteri hivatalban, mint jogi irodavezető, és ott igyekeztem segíteni a polgármester és a jegyzőnek a munkáját. Majd elköltöztünk feleségemmel Szegedre, és Szegeden kerestem magamnak munkát. Ott pedig a környezetvédelmi felügyelőségem lettem jogi előadó. Ott sem szokott meg az önkormányzatokkal a munkám. Gyakorlatilag a nagyobb környezetvédelmi önkormányzati projekteket ott kellett nekem menedzselni, és a hatósági engedélyezésében vettem részt. Ezen belül inkább a vízvédelmet gyakoroltam, és ez a felügyelőség átalakult jogszabályváltozás alapján vízvédelmi hatósággá, és a vízvédelmi hatóságon a jogi osztálynak lettem az osztályvezetője. Majd az élet úgy hozta, hogy én 2014 második fél évétől a kisfiammal Gyeden voltam 2015. december 31-jéig. Úgy gondoltam, hogy mint apa és mint férfi ezt a kihívást kipróbálom és teljesítem, és mai napig úgy gondolom, hogy ez fontos mind a magánéleti fejlődésem, mint pedig akár a szakmai fejlődésem tekintetében, úgy, mint kitartás és stressztűrő képességnek a növekedése, és onnantól még már az elején mondtam, hogy 2016. január 1-től pedig itt dolgozok. Az aljegyző feladata alapvetően a jegyzőnek a helyettesítése, de hogyha ezt apró pénzre akarjuk feltenni, akkor gyakorlatilag a hivatalnak az összes osztályának a munkájának a segítése, ami olyan jogi megoldást kíván, ahol több osztálynak kell akár együttműködni, de akár osztályonként is igyekszek jogi segítséget nyújtani. A legfőbb feladat pedig van egy osztályszerkezeten kívüli egység, itt a polgármesteri hivatalban. Ők felelnek a képviselőtestület és a bizottsági anyagoknak az összeállításáért, azok összehívásáért, adminisztrációjáért, előterjesztések elkészítéséért, képviselőkhöz való eljuttatásáért, és ennek a koordinálása és vezetése az aljegyzőnek a feladata, amellett, hogy jól magam is igyekszem kivenni a munkából a részemet, tehát én is előterjesztéseket írok, szerződéseknek jogi kontrollját végzem, természetesen a polgármester és a jegyzőasszony folyamatos tájékoztatása mellett. Részt veszek a valamennyi bizottsági ülésen, és részt veszek a képviselőtestületnek a rendes és soron kívüli ülésein, és igyekszek, hogyha van olyan előterjesztés, amit én készítettem el, és a képviselők esetleg szóbeli kiegészítést, vagy bármilyen plusz információt várnak, és megadják a szót, akkor pedig fel kell szólni a képviselőtestületnek az ülésen, és ki kell egészítem az előterjesztést, ha van kérdés, arra pedig válaszolnom kell. Munkám során a legfőbb célom, hogy megismerjem Békésvárosát, mint települést, és megismerjem a település
mögött az embereket is, az ő mindennapjaiknak a megkönnyítéséhez igyekszek hozzájárulni a munkámmal, és bármennyire is egyszerűen hangzik, az a távlati célom, hogy jól és hasznosan végezzem a munkámat, és hatékonyan. 4 napja vagyok itt, összeparátus értekezeten is megköszöntem a kollégáimnak azt a kedves és tényleg segítőkész fogadtatást, ahogy befogadtak maguk közé, és azóta is segítik a munkámat. Igyekszem sokat tanulni tőlük, és igyekszem a előbb felsorolt tapasztalataimat pedig tapasztalatomra segíteni a hivatalnak a munkáját. Fel vagyok? Tehát, Pari Béla, tessék!